szia! Szép jó reggelt! Na, itt vagyunk a negyedik kis hetről számítógép kiállításán. Vagy nagy állattal. Nem az a pedig a negyedik. Körülbelül 60 gépünk van, és akkor ezeket gyorsan megyük át. A számítógép kiállítás egy IBM XT-vel indul, lényegében ennek a gépnek köszönhetjük a mai modern számítógépeket, a mai modern X86-os számítógépeket. Ezekből a gépekből több is lett kiállítva, vannak különböző IBM klón PC számítógépek, ezek is több XT számítógépek. Aztán később, ahogy megyünk időrendbe, megjelennek az első 286-os számítógépek, illetve az egyre nagyobb felbontást tudó monitorok is. Túloldalt gázplazmás gépek vannak, ezek voltak lényegében az első hordozható számítógépek, illetve hát így is lehet ezeket már nevezni, hogy laptopok. Ezek a gépek, ezek marha sokat fogyasztottak a kijelzőjük miatt, viszont ezek a kijelzők, ezek nagyon-nagyon profi képmegjelenítést tudtak nagyon-nagyon jó minőségbe, viszont sajnos, ahogy az LCD technika robbanásszerűen fejlődött, lényegében a 90-es évek elejére ezek a kijelzők teljesen megszűntek. Már úgymond klasszikus kinézetű laptopok is megjelentek a 80-as évek legvégén, 90-es éves legelején, viszont látható, hogy ezeknek a gépeknek mennyire gyenge minőségű volt a kijelzőjük. Ugye ezért volt egy időben inkább a gázplazma kedveltebb, mert ugye annak vállalható képe volt, még az LCD-nek nem. Aztán majd megyünk még tovább az időrendben, és megjelennek a 386-os gépek. A laptopok mérete is teljesen vállalhatóra kezdett el zsugorodni, és itt már a kijelzőknek a minősége is egész korrekt látványvilágot tudott nyújtani. Igaziból ezek a kijelzők már elég szépen háttérbe tudták szorítani a gázplazmás kijelzőket. Ezúttal is megjelent egy kisebb processzorgyűjtemény a kiállításon, egy körülbelül 260-270 darab processzorból álló kiállítás is megtekinthető. A 90-es évek közepén már a 386-osok már majdnem, hogy csak teljesen általános számítógépnek számítottak, és megjelentek már a 486-os gépek is, illetve ezeknek a hordozható verziója is. Itt már egészen kicsi méretű laptopok is voltak, és megjelentek az első színes CD. A 90-es évek közepén pedig berobbant a multimédiás számítógép elnevezés. Lényegében úgy tudtuk olyan számítógépeket gyártani, amik kifejezetten szórakozásra készültek, amik már hangkártyát tartalmaztak, már úgymond komolyabb játékokat is lehetett ezeken a számítógépeken futtatni. Majdnem csak, hogy teljesen általános volt, hogy egy laptopnak már színes a kijelzője. A 90-es évek második felén pedig megjelentek az első Pentium számítógépek, illetve ezeknek a hordozható gépei.
ezek a gépek már igazából az LCD-k is már olyan minőséget tudtak produkálni, hogy akár még játékra is lehetett használni ezeket az LCD-ket, illetve TFT-ket, már nem volt utánhúzás, és már igazából megjelentek az első háromdimenziós játékok is. Tombolt a multimédia, jött a Winamp, és az első MP3-akat is már tudtuk másolni a számítógépekre. Majd megjelentek az első tényleg háromdimenziós játékok, és az első olyan 3D gyorsító kártyák, amik kifejezetten a játékoknak az élményét próbálta minél jobban fokozni azzal, hogy minél szebb grafikát tudott megjeleníteni. Természetesen a laptopok is fejlődtek, és megjelentek igazán picikek is számítógépek is. Még bőven az előtt, hogy megjelentek volna az UMPC-k, illetve a netbook kategóriák, már akkor is voltak egészen picike hordozható számítógépek. Megjelentek a szerver fronton is azok a számítógépek, illetve azok a processzorok, amik kifejezetten szerver célokat próbáltak betölteni. Ilyen volt az első ilyen processzor, a Intel Pentium Pro az X86-os vonalon, ami kifejezetten szerver célokat próbált kielégíteni. 90-es évek végén pedig már lényegében tombolt a 3D, egyre erősebb grafikus kártyák voltak, egyre erősebb processzorok voltak, egyre komolyabb minőségű játékokat tudtak futtatni az emberek a számítógépükön. Megjelentek az első design számítógépek, amit elsősorban a nappalikba szánták, és nem csak mint számítógépként tekintettek rá, hanem mint berendezési tárgyként is lehetett ezeket a gépeket használni. A 2000-es évekre, illetve a 2000-es évek elején pedig már a sok-sok 100 MHz-es processzorok voltak a jellemzők, a sok-sok 100 GB-os tárhelyek, illetve a sok-sok 100 MB-nyi memória volt egy számítógépen, az már teljesen általános volt. És lényegében ezekkel a gépekkel eljutottunk oda, ahol majdnem, hogy csak napjainkban vagyunk, és igazából elértünk oda, hogy a napjaink számítógépe megjelent.